A hajdújárási Mészáros Norbert szerint felesleges lenne évente újra regisztrálni a traktorját. Nem tudom, hogy hogy vannak vele, de hogyha teljesen műszakilag megfelel úgy, mint hogy világítás is ugye meg van rajta, minden már most ugye ezeket a háromszög táblákat is ugye főszereljük a traktorokra rotációs lámpával, akkor mit akarnak még? Ábrahám Katalin szerint az évenkénti regisztráció csak újabb kiadást jelentene a gazdáknak, akik így is nehéz helyzetben vannak. Ezek az új pénzbevonások, mert ezek csak azok. A traktora főképpen a gyümölcsösökbe mennek, itt a hajdú kovó területén, mi a fekete földekre nem járunk, mert nincs földjeink, és itt pedig ilyen, hogy az irányjelző, meg a villogó, meg a minden, az szinte havonta leveri a gyümölcsfák ágai, és akkor még ilyen fölösleges pénzeket bevonni. Nezadovoljstvom jednog broja naših građana koji se bave poljoprivredom. A gazdáknak azonban nem kell tartaniuk az évente ismétlődő regisztrációtól, ugyanis a parlament elkezdett az üggyel foglalkozni. A közlekedés biztonságról szóló törvényre vonatkozó módosítási javaslatot Mária Obradović, a szerb haladó párt képviselője ismertette. A módosítások meghosszabbítanák a többségében mezőgazdasági járművek, traktorok, motorkultivátorok és a robogók regisztrációjának érvényességét, részletezte Obradović. Ez alapján mégsem kellene április 3-ától évente regisztrálni ezeket a járműveket. Jednu stvar hoću da naglasim. Mi smo i uveli priču o registraciji ponovnoj, kako bi obezbedili bezbednost u saobraćaju i kako bismo mislili na pojačanu tehničku ispravnost tih vozila, kako bismo zaštitili poljoprivrednike i one ljude koji koriste ove vrste mašina. Ali očigledno se pokazalo da ovih godinu dana nije bio dovoljan rok da se naše društvo prilagodi novim standardima na kojima insistiramo. A műszaki vizsgán nagyon szigorúak a feltételek, amelyeknek nem minden mezőgazdasági gép tud eleget tenni, nyilatkozta a Pannoner TV-nek Fremond Árpád. A VMS köztársasági parlamenti képviselője szerint az is probléma, hogy a gazdáknak minden évben anyagi kiadást jelentene az, ha újra és újra be kellene jegyeztetni az eszközöket. Most a törvénymódosítás értelmében erre nem kerül sor addig, amíg nem kerül új tulajdonoshoz az a mezőgép, tehát egy állandó bejegyzése lesz majd a mezőgazdasági gépeknek, hogyha ezt a törvényt elfogadjuk. A változtatásokat azért is javasolták, mert mintegy 493 ezer gazdálkodó jármű tulajdonos elégedetlen volt az egy évvel ezelőtt elfogadott törvénnyel.